Véget ért a negyedik Honvéd Makron Kupa. U19-es csapatunk szépen helytált, bár az éremszerzés nem jött össze, a csoportban legyőzte az osztrák Admira Wacker csapatát, míg a bronzmérkőzés is kiegyenlített erőküzdelmét hozta, de végül a szerb Partizán 1-0-ás győzelemnek örülhetett. Hát nem vagyok vele elégedett, mert ugye eddig a Honvéd történelemben nagyon sokszor voltunk döntősök, most az nem sikerült. A végére elfogytunk, hogy a piros lap után ők jobban felszívták magukat, és szerintem ez döntő volt a mérkőzésre, és ugye a helyzeteket sokkal jobban kellett volna kihasználni. Nekem olyan felemás érzéseim vannak, azért, mert azt gondolom, hogy az eredményesség tekintetében szerepeltünk volna jobban. Az, hogy pedig a játékosok meg tudták magukat mutatni nemzetközi csapatok ellen és a felkészülésünket, szerintem ez mindenféleképpen segítette. Azért pedig boldog vagyok, és illetve ennek örülök, mert nem boldog, de örülök neki, hogy ilyen lehetőségünk van, hogy ilyen nem rangos tornán, illetve rangos csapatok ellen meg tudjuk magunkat mérettetni. Hát szerintem mentalitásban, technikailag, meg játéktudásban szerintem egyáltalán nem néztek fölénk. Mentálisan kell jobban felszívnunk magunkat, szóval edzéseken is 100%-ot kell nyújtani, és minden ilyen meccsből tanulni. A srácok szerintem jól dolgoztak, hajtottak, tehát oda tették magukat. Én azt gondolom, hogy ami egy picit szívszorító nekem az, hogy amikor létszámfölénybe kerültünk, akkor nem tudtuk igazából kihasználni ezt a létszámfölényt, és nem tudtuk a mi stílusunkat, a mi filozófiánkat megmutatni a pályán. Hiányzott magyarul a foci, a labdabirtoklás, hogy nálunk legyen a játék, mi domináljunk. És az volt még nekem a probléma, és az okozta a nehézséget, és aztán a mérkőzés ez is döntött el, hogy a helyzeteket nem tudtuk értékesíteni. Hiszen azért volt jó pár kidolgozott helyzetünk, a végén kellett volna az írja a pont. Én nem látok nagy különbséget a csapatok között, illetve a két csapat között, ha mindig a West Bromot nézem, ha az Aalborgot nézem, vagy bármelyiket szem előtt veszem. Nekem az a véleményem, hogy mindegyik nemzet játssza maga stílusát, játssza maga játékát. Én azt gondolom, és nekünk az a célunk, hogy mi a Magyar Futball Akadémiának a stílusát és filozófiáját minél jobban meg tudjuk mutatni a pályán. Edzések során ezt tudjuk fejleszteni, és ezeken a mérkőzéseken nekünk ezt meg kell mutatni. A játékosok véleményem szerint semmivel sem képzetlenebbek, nem lassabbak, csak egyszerűen egy picit fejbe kell őket egységessé tenni, és én azt gondolom, hogy akkor el fogjuk tudni azt a célt érni, amit kitűztünk.